szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Szöget TV decemberi adását látják. Meglepő gyorsasággal közelítünk 2011 felé, de az új év utolsó heteiben számos fontos és ünnepi pillanat vár még ránk. Rövid híreink előtt Ládi Balázs polgármester úr kíván szólni önökhöz. Kedves sajószögei lakosok, tisztelt hölgyeim és uraim! Szinte hihetetlen, de valóban gyorsan eltelt a 2010-es év, tele fordulatos eseményekkel, meg annyi megpróbáltatással, tehát ez is a mi évünk, az emberiség éve volt, melyet kiki más és más módon élt át. Másként az egyének, másként a családok, és másként a falu közösségek, és másként az európai közösséget alkotó nemzetek, országok. Ennek az átélésnek, illetve a mindennapok megélésének milliónyi összetevői vannak, melyek összessége teszi ki azt, hogy hogyan is teltek és telnek napjaink. Az adott természeti környezettől a gazdasági válságon át hogyan is élte meg a 2010-es esztendőt a mi településünk Sajószöged. Ha egyetlen szóval kellene a választ megadni, akkor azt mondanám, hogy túléltük. Túléltük, és már ez is reménnyel kell, hogy eltöltsön bennünket, mert reményt kell, hogy tápláljon azok a cselekedetek, hogy ez a falu közösség sikeresen megbirkózott, mondhatták azt, hogy tavasztól a tél beáltáig azzal a nem kívánatos természeti csapással, mint az ár és belvíz, mely nem kevés anyagi forrást és energiát emésztett föl, de ugyanakkor, ha kényszerből is, de alkalmat teremtett arra, hogy megmutassuk a falu közösségének értékteremtő, a települést megvédő összefogását. Nem csak a természeti, a gazdasági nehézségekkel is meg kellett küzdenünk az év folyamán, a csökkenő állami támogatások és az egyéb központi megvonások miatt. Azonban ez sem volt sikertelen, hiszen az intézményeink jó színvonalú működtetése mellett némi fejlesztése is futotta, melyek közül kiemelendő az iskola nyilánzáróinak teljes cseréje, a több mint 10 millió forint értékű interaktív táblák és számítástechnikai eszközök beszerzése, az óvoda kerítésének felújítása, a temető belső útjainak díszburkolattal történő borítása, a napközi otthon külső homlokzatának felújítása, közparkjaink gondozása, és mintegy 400 tő rózsának a kiültetése. Ezzel is, ha jelképesen is, de szeretnénk hinni nem csak a település, hanem az ország további felvirágzásában, a gondok és a bajok jó irányú orvoslásában, a családok biztonságos megélhetésében. Ennek reményében kívánok kellemes karácsony ünnepet, jó egészséget és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt minden sajószögi lakosnak és minden kedves tévénézőnek.